Hello, hello, sziasztok, Ronon Dex vagyok, és ez a Subsistence, majdnem azt mondtam, hogy Standard Reap, de nem, hanem ugye ez még a Subsistence, és ugye, hú, nem is tudom, hanyadik rész ez már, a negyedik, úgyhogy megint csak folytatódik az építkezés, ugye nappal van, tudjátok, az előző részben elég rosszul, jó, előző rész előtt elég rosszul jártam, ugye, mert meghalni kellett, és nem találtam meg a dobozt, egy csomó minden oda lett. Na, gyerünk akkor, és nyomjuk neki, hogy tudjunk építkezni, szedni kell nyersanyagokat, tudjátok. Megint csak avval folytatom, hogy a nyersanyagokat összeszedem, és minél hamarabb, hogy hát nem én tőlem fog függni mondjuk, hanem maga a játéktól, hogy mennyire fogja adni a ládákat, stb. Stb-ket. De remélhetőleg jó lesz. Velünk lesz a játék motorja, és adni fogja a táskákat, ládákat, mindent. Hát ugyanis szökkel, fa kell, minden kell. Közben vadászni is kellene, kötélnek való is kell. Nagyon jó, azt találtunk is. Aprítjuk a fát ezerrel. Hát ugye sajnos a hétvégi közös live-ból a Bulwark Gaming-el nem lesz semmi, mert ugyanis Norbi nem fog tudni ráírni, már jelezte, beszéltünk tegnap, és majd valamikor húsvét környékére tervezzük a közös live-ot, úgyhogy addig egy kicsit pihentető lesz a közös live. Norbinak elfoglaltsága lesz hétvégén, és ez miatt. Beígérjük, hogy húsvétre össze fogjuk hozni, és akkor lesz majd. És foresztezni fogunk, ha minden igaz. Legalábbis eddig még erről volt szó. Hát, hogy fát vágunk, hogy legyen minél több fánk, és tudjunk deszkát, kötelet, ilyesmit készíteni. Meg is nézem mindjárt, ha felszedem, csak most valahogy bénázok egy csöppet, mert nem találom a fát. Hopp, és állj, ott a rézérc, itt a rézérc, leguggolunk érte is. Már gyepáljuk is, nagyon jó. Na, akkor lesz már. Ez az, nagyon faszás. Na, ezért megérte erre eljönni, nem is gondoltam volna, hogy lesz erre. Jó, hogy erre jöttem. Ugye tudjátok, a rézércet majd ki kell olvasztanom, hogy a érc átalakítóval egy ilyen lézeres kütyű, hát ugye majd még azt ki kell craftolni majd, és körbenézek erre, hát ha van még több rézérc. Hát nincs, de növény volt. Na jó, ott egy medve, arra nem megyek, nem kötekszek most egyikkel se. És nem szeretném, hogy megtámadjon, és akkor megint oda legyen a cucc, mert akkor tényleg nem fogunk haladni semmire. Hát ugye tegnapi live alatt nagyon sok minden nem történt, ugye. Csak annyi, hogy egy kicsit gyűjtögettem, egy kicsit ezt, azt, amit készítettem, azon kívül más egyéb nem nagyon történt. Azt is lehet mondani szinte, hogy egy picit unalmas lett. De hát remélem, hogy azért találtatok benne valami jót is. Annyira mondjuk nem nagy szám volt a tegnapi live. De hát na. Mindig annyira nagyon jól nem sikerülhet. Ugye a hunter mód, a vadász mód még mindig nincs bekapcsolva, ugye. Most meg így pláne még nem. Úgyhogy nem tudok vele mit csinálni. De megérem, hogy majd most már a következőkben majd már be fogom kapcsolni, és ugye akkor már lesznek a botok ellenünk, a három bot karakter. Aztán meglátjuk, hogy mi fog kialakulni belőle. Nem vagyok én se egy túl nagy PvP-s. De hát majd csak elbírok velük valahogy. Remélhetőleg fog sikerülni.
Na, úgyhogy ez majd csak jó lesz már. Hát hogy még jó lenne, hogyha lennének táskák. De hát eddig nem nagyon találtam, ugye egy farkas itt van, úgyhogy futás innen. És már jön is utána, úgy hallom. Hogy miért nem tud békén hagyni ez a rohadék? Hát nem hiszem el. És nincs is lőszerem. Egyszerűen nem bírom lerázni. Nem tudom lerázni ezt a rohadék farkas. Azt hiszem sikerült. Igen, sikerült. Jó van. Oké, hát egy lőszerrel nem sok mindenre mentem. Ó, ott meg a medve. Itt meg egy növény, itt meg egy láda. Hoppá! Jó lesz, jó lesz, jó lesz. Na ez az. Hát nem sok szög volt benne. Volt minden benne. Csak... nem olyan sok minden. Hát ugye oda lett a kulcs is. Ugye amellyel a kulcsos ládát lehetne kinyitni. Elég sok mindenem veszett. Ó, van gyümölcs, nagyon jó. Hát lezúzzuk az arcba. Így, azt mondja, hogy lőszert tudunk 2 darabot készíteni. Igen, ezt az egy csokit, ezt bevarjuk. Így, szomjasak. Hát, még inni még nem iszok. Úgyhogy, mit is kellene még, mit is kellene még. Kötelet kellene még gyártanom. Jó, ezt közben hagy készítse, ez az. Már csak azért is, hogy mire odaérek a bázisra. Hát ugye, amint észrevettétek néhány live alatt, ugye ilyen kerítést láttok. Nos, ez a kerítés körbe a pálya szélét, tehát a mapnak a szélét jelöli, ezen kívül nem lehet menni. Tehát ugye a készítők így zárták le a pályát, hogy nem lehet itt kimenni. Meg is teljesen frankó kis drót kerítés. Kicsit olyan Walking Dead-es kinézete van. A Walking Dead filmben vannak ilyen kerítések. Ilyen bázisoknak ilyenek körül. Fát azt vágjuk ezerrel. Hát azért növényt is jó lenne még találni. De hát most valahogy nem nagyon akarja adni. Nem tudom, hogy G, és akkor azt mondja, hogy megnézzük a korlátot, hogy tudunk-e. Igen, korlátot tudunk egy nagyot, aztán mennyi is kell nekünk? 2, 3, majd csinálok 4-et aztán. Majd elválik. 4 korlátot csinálok fentre. Ne kell a terasz részhez is, mindenhez. Így. Hopp, itt volt egy növény. Jól láttam. Hopp, egy jó vastag fa, ez 6-ot fog adni, remélhetőleg. Le is aprítom a száját. Így van. Na, ez frankó kör volt. Hát táskák azok nem nagyon vannak. Ott mondjuk van egy fent. Remélem nincsen semmilyen jószág. Hát az lőszeres, úgy látom. Ha? Lőszeres. Jó. Oké. Betárazzuk. Így. Akkor lőszert tudunk, nem tudunk készíteni. Jó, akkor kell nekünk, azt mondja, hogy 2 darab ilyen lap. Jó, és akkor deszkát készítek még, hogy az is hagy legyen. Kötelet tudok-e készíteni? Nem, mi? Annyi-annyi madzag. Vagy annyi száraz növényt nem találtam, nem. Jó, oké.
Hát ugye most, hogyha meghalok, akkor elég sok minden megint oda fog veszni. Nagyon nem is akarok kötekedni a vadakkal. Na, kezd el kirútolni azt a táskát. Így. Ó, nagyon jó, van alma. Bezúzzuk az arcba. Jó lesz az. Nem kérek, fiam, köszönöm szépen. Közben a fiam kínál pogácsával. Oho, oho, oho. Gyere, gyere, farkas, gyere. Elcsallak onnan legalább. Gyere, 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 állj, állj, gyere, gyere, állj, állj, gyere. Hát nincs több lőszerem. Öttel nem merek neki állni. Gyere, Wolfi, gyere. Itt vagyok, gyere. Gyere, Wolfi. Gyere. Futás. Futás, 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 futás. Apci, ó, oh, bocsánat. Na hol van? Ott van. Ott a farkas. Próbálom csalogatni, hogy és a ládát fel is fogom tudni szedni, vagy táskát. Ezt legalábbis, nagyon jó. Volt benne gyümölcs is, de ott is volt egy fent, ha jól láttam. Azt is fel kéne valahogy szednem, csak nem tudom, hogy fog-e sikerülni. Vagy már eltűnt innen. Vagy ez az egy volt. Azt nem tudnám megmondani most hirtelen. Na nem baj, kotric innen. Alias Kotricó. Megnézem, hát ha találok rézércet. Ha már mondjuk nem hiszem. Hát úgy néz ki, hogy nincs. Nem is tudom, hogy igazándiból merre kellene keresgetnem a ládákat, meg a táskákat. Meg ugye kellene rengeteg sok száraz növény. Áfonya bokor. Ugye bár tudjuk, hogy áfonya van rajta, csak ugye mikor már leérik, akkor elszárad a növény a játékba. Legalábbis így van. Nyista, nyista. Alias Pista. Ott egy nyomingertyú. És nyilvesszön. Jó. Akkor felesleg. Azt hittem, hogy van még nyilvessző. Ezt a tyúkicát megbírom fogni nyilván. Úgy van, meg is fogtam. Hát az elég gyors volt. Ügyetlen volt ez a tyúk. Elég rendesen. Nem baj. Van már húsunk is. Szedegetni, szedegetni, szedegetni. Bízni, futni, bízni, futni. Ahogy Amlulu mondta. Bízni, asni, bízni, asni. Asni, bízni. Ugye bár a kincs, ami nincs benne. Így. Nagyon jó. Hát én most már növény jó lenne, mert az elég soványka. Ezen a sziklás részen lehet, hogy nem is fogok tudni találni annyi növényt. Ó, itt egy farkas, akkor húzás erő. Jó van, ne morogjál már, megyek már. Mit morogsz állandóan? Ó, és jön utánam. Ú, pedig itt egy láda.
Gyorsan. Futás. Uáááá. Jön a farkas. Ne nézz hátra, mert beleharap a valagadba. Hű, na gyere majom! Megfutamodott. Nár az erdő fele elnézek, hát ha itten több szerencsével járok növény ügyileg. Ugye? Hát azért nem nagyon találok növényt. Ott a problém. Most mikor kellene, akkor bezzeg. Nem adja sok növényt. Amikor meg nem kellett, akkor meg rengeteg volt belőle. Na nem baj, nem baj. Keringőzünk itt a bázisunk körül, mint gólyafos a levegőbe. De azért remélhetőleg fog majd azért valamit adni is. De erre már azt hiszem, hogy voltam, úgyhogy valahova másfelé kellene mennem. Ez egy nagy vastag fa. Gyorsan ki kell rútolni. Gyerünk, jön a farkas. Hol van? Na ez az, oké. Tovább. Me bollog már a vindiák. Aha, jó, ha? Farkas amarra, mi meg erre. Jó, növény, ez az. Hát azért a maratont ez a csávó már lefutná simán, az biztos. Amennyit ez már itten futkosott. A nagy maratont is simán lefutná szerintem. Hopp, ott egy növény, azt is felkapjuk gyorsan. Hoppá! Nem jó sikerült időzíteni a felkapást. Na ez az. Itt is van növény. Jó. Hopp, ott egy táska meg növény. Ez úgy látom, hogy lőszeres táska lesz. Hát ugye láda kellene nekünk jobban, de hát az most valahogy nem nagyon akarja adogatni. És az a baj, hogy a nap is megy már lefele. Úgyhogy szerintem azt mondja, G, házikó, és akkor csinálunk egy... Aha, nincs kötél, bakker. Kötelet kell csinálni. Na, frankó. Hát túl sok kötél nem lett. Megy a nap is lefelé, sajnos, és húzni kéne hazafele, mert hamarosan egy az, hogy sötét lesz, mint a verembe. Meg hát ugye nincsen se pólónk, se cipőnk. Ott a gáz. De szerintem visszaérek akkor. Megnézem, hogy nyuszit viszont lehet, hogy le kéne lőni, mert kellene hús. Ó, elbasztam. Hát én nem is láttam azt a nyomorék nyulat. Na jó, gyerünk hazafele. Most már tényleg sötétedik. Érdekes, hogy hogy szürkül befele. Hóhó. Hóhó.
Hopp, itt egy láda. Na, milyen jó, hogy erre jöttem. Jó, van szög benne. Az az jó, ott egy farkas. Ú, mellé lőttem egyszer. Futás. Nem, már nem lesz jó. Elfogyott a skudó. Medve is. Hí, gyerekek. Mázlim van, hogy nem kezdett el vérezni a faszi. Pedig ha nem lövök mellé, akkor jó vagyok. Áj, a csuda vigye. Oda lett a lőszer. Na, ugye utána már nem nagyon mertem kötekedni vele, mert... Mert ugye nehogy oda legyen a cucc. Inkább nyulat kellett volna lőnöm. Ó, mindjárt otthon vagyok már. És ugye hát a vityilónak az ajtaját szokás szerint, mint az összkomfortosított ősember. Úgy hagytam. Na, nem baj. Oké, okay. Lett egy tyúkica. Így. Hát azért fa is lett. Becsülettel. Oké. Okay. Sül a husi. Hát ezt bezúzzuk az arcba. Ezt az áfonyát. Így. Oké, okay. Szerintem gurítok egy üvegbort. Így. Szerintem lebandázsolom a fickót. Hát sokat nem dobott rajta. Nem baj. Kötél? Nem tudok kötelet csinálni. Jó. Oksa. Jó, akkor amíg sül a husi, amíg sül a hús, addig gyorsan átnézek a ládába. De ki kéne venni belőle. Így, és... Géza, megnézzük, hogy a pólót, azt miből tudjuk, hát kötél is kellene hozzá. Aha, tyúktollam az még csak hogy lenne. Jó, oké, akkor nem, akkor visszarakjuk az összes bőrt, átrakjuk ezt is, kirakjuk a magot is, úgy, vasfa, szög. Jó, bandást azt ilyen sokat nem hagyok magamnál. Így. Egy elég. Oké, okay, hát 9 bióüzem a rézért, azt kirakjuk, mert az nagyon kell. Hagyunk egy, appá nem meginni akartam, hanem egyet fölötte. Egyet leválasztottam, és van 26 vizem, hát az jó. Az jó. Bióüzemanyag helyett készítek egy, aha, egy darab bőr kellene hozzá. Ah, nem, csinálok belőle bióüzemanyagot. Egy. Jó. Ú, a hús meg közben lehet odaég. Ah, még jókor. Oksa. No. Ez is megvan. Így dobunk a tűzre. És akkor... Ugye azt mondtam, hogy... Hogy. Ugye Géza. És akkor ezt ide. Ide. Még nem rakja át. Akkor én mondom neki, hogy tegye ide. Ahogy. Most eldobta a nyomorék, vagy mi? Na nem baj. De hogy 8-as. Így. Oké, okay. Utána azt mondja, hogy 7-es. Ha még egyet kijebb kellene vinnem. Ó, nem már. Ó, fázik a fickó. Ez lesz majd a terasz rész. Ugye, ha minden igaz lesz, ugye a korlátokat
Visszapakoljuk, így. Így. Oké, azt mondja, hogy 8-as. Ide teszünk egy korlátot, így. Csak akkor szerintem 7-es. Ide is teszünk még egy korlátot, ide meg egy fél kellene majd, tehát ide egy egészet nem tudok betenni, mert az akkor hosszú. Oda fal lesz. Így, egy korlát, és akkor 5-ös. Akkor még egy korlát, így. Na, hát lassan épülget ez, épülget. Hogy dobunk a tűzre. Ne aludjon ki. És várjuk a reggelt. Megint gyűjtögetni lehessen menni. Megnézzük, tudok-e készíteni. Power storage. Tudok egyet készíteni. Nagyon jó. Na így már 1000-re föl tudom vinni a áramnak a generálását. Ez frankó. Így. Mi tesszük? Jó. Hát ugye ez a áramnak a egy ilyen áramtároló, ugye 500-zal bővíti a bázisnak az áramkörét. Ugye ezt így ilyen formába szeretném itt sorba rakni majd. Ugye és akkor lesz még ilyen. Az mi volt? Akkor nyomatunk egy kis fuelt neki, hagyd dolgozzon. Úgy van és már ott van, írja is, hogy 1000. Akkor szépen most nyomatjuk fölfelé árammal. Ugye az a generátorral feltolatjuk. Így. Hagy dolgozzon. Jó, és akkor kellene majd nekünk még olyan, hogy mestározó. Meg ugye annak 550 kell. Meg ugye ahhoz majd fog kelleni a mesh átalakító. Az meg ez a mesh factory. Ez lesz majd. Ez ugye a villamos energiát átalakítja ilyen messé, mert ugyanis 100-ig tölti föl, és a fölött ugye átalakítót kell használni, hogy ebbe a mesh tartályba feljebb menjen. És ugye sajnos kell ez a mesh tartály is, vagyis mesh tározó, meg ugye a mesh átalakít, mesh factory átalakító, mind a kettő kell hozzá. Az a baj. Hát ő reggeledik. Villanyt lekapcsoljuk. Ezt kikapcsoljuk, és akkor most nappal úgyse kell. Mert nappal megy a áram felfele. És akkor ugye nem is tudom, hogy hát fa is, meg száraz növény is, minden ilyen. Na, Vicsilónak az ajtaját becsukjuk, mert a hivatlan vendég ne jöjjön be. És akkor megint szedegetünk, vedegetünk. Hát ő fázik a fickó itt a völgybe hidegva. Még. Ó, láda. Frankó, jókor jött. Ott is egy száraz növény. Ez az. Itt ugye kell a nap. Majd ugye a napelemet ugye pont jól áll a házikunk, mert ugye abba az irányba fogjuk rakni, hogy egész nap érje. Úgy jó meg kell figyelni a napnak a vonulási irányát, merről kell, merre nyugszik, hogy a napelemeket úgy tudjuk beállítani majd, vagy napelemet. Ugye azért minél több fényt tudjon majd előállítani.
És már megint a pálya szélén vagyok. Nem hiszem el. Most már megyek arra. Másik irányba. Megyek a napnak. Oj, de szép ez a... Ez a nap felkelte. Hoppá. Jól van, megyek, nem morog. És már tényleg nem kötekszek vele, mert... És nézzétek meg, itt találnak. A francesz sem bele. Nem bírom kinyitni. Nincsen kulcsom hozzá, mert ugyanis elvesztettem a kulcsom. Oda lett a kulcsom. Na hát ez van. Nem baj, majd gyártunk kulcsot. Tehát ugye ezt itt nem is tudom legyártani. De lehet, hogy mivel nem messze lakom, így lehet megpróbálom a kulcsot elkészíteni. Növény volt, vagy csak én? Olyan növény. Jó. Na ugye ott a vityilónak a terasz része már épül. Megnézzük a kulcshoz mi kell. 16 darab vas, meg 500 áram. Mennyi iron van? 9. Bucket. Jó. Hagyjuk. Akkor gyerünk tényleg tovább. Hopp, ott is egy láda. Milyen jó, hogy visszajöttem. Érdekes, hogy milyen helyekre nem rakja maga a játék a dolgokat. Az előbb nem volt növény, most meg egy csomó van. Úgy látszik, magához tért a játék. Adogatja befelé a dolgokat. Hát egy egyszeri fent, egyszer lent. Ó, hello. Hello, farkinta. Na, táska. Nagyon jó, az lőszeres lesz szerintem. Igen. Úgy. Hát most ugye pont fordítva van, most a sárga, azaz a puskaport adja jobban, a hüvelyt meg nem. Ugye a lőszer készítéshez. Hát ugye, amint mondtam, a sárga az a lőpor, a piros dobozos, vagyis a piros rész pedig ugye a hüvely a lőszerhez. De ugye ezt már úgy elmagyarázgattam, de külön nem térek most már ki rá. És vágunk fát. Mert ott az erdőben hát, ha jobban fogok találni cuccost, remélhetőleg. Aha, ott lett is egy láda, úgy látom, vagy társa. Vagy lehet, hogy csak növény. Meg az árnyéka. De azt szerintem csak növény lesz most már így, hogy jobban megnéztem. Aha, növény. Na nem baj. De az már ott táska lesz. Az már ott táska, lőszeres, úgy látom, mert kék. Na, ha már ott van a fa, akkor ezt kinútoljuk. Kell a fa is. Jó, oké, és akkor közbe kötélgyártást azt elvégzem. Hogy a craft menü az hagy dolgozzon. Hagy menjen a craftolás, kell a mazzag, mint az atom. Ó, lőszer volt benne.
hátes van. Ahogy. Frankó, de szerintem tudok még lőszert is készíteni. Nem, nem volt benne hüvely. Csak puskapor. Próbálok most itt az erdőbe kóvályogni, mert ugye az erdőben jobban vannak növények. Legalábbis eddig úgy tapasztaltam, hogy az erdőben meg a ilyen völgy, van ilyen kisebb völgy rész a mappon, ugye, ahol jobban adja a növényeket. Meg ugye maga a táskákat is. Itt is itt egy táska. Megint ott vagyok, hogy majdnem otthon. Na, ez az. Na most már. Jó, Franco. Tudtam még lőszert készíteni. Hol van az a nyuszi? Most már leabálom. Ott egy növény, azt felvesszük. Az nagyon kell. Rézérc! Na, vedd elő a baltát, vagy mit a csákányt. Na, ezért jó, hogy ugye van csákányunk, mert így akkor menet közben tudunk egy kis rézércet is összeszedni. És még mindig itt van a kulcsos láda. Hoppá, és eltaláltam a nyulat. Ott fut. És ott megállt. Akkor következő lövésre meg lesz. Nyuszi, ott van a nyuszi. Jó, megvan. Nagyon jó. Hát még csóri egy kicsit él. Ugye hát, hogyha így sikerül lelőnötök, hogy még él egy kicsit, akkor hogyha van állatnevelőtök, az a ólszerűség, akkor abba belehelyezitek, és ugye meggyógyul, és akkor tud tudjátok nevelgetni. Mert ugye a nyulat azt nem lehet elkapni, csak max úgy lelőni, hogy még egy kicsi élet energiája van, és mikor berakjátok az ólba, akkor ugye meggyógyul, és fog onnantól fejlődni, és ugye több húst fog adni, hogyha jól tartjátok. De és ami újítás az, hogy ki lehet engedni őket most már a ketrecből, és ugye kimennek oda a környékére a ólnak, és amikor visszahívjátok, akkor ugye vissza is mennek. Előre látólag egy ilyen információt mondtam is nektek az ollal kapcsolatban, de majd meglátjátok. Ki lehet engedni őket legelészni. És nem mennek el. Csak ugye vigyázni kell, mert hogyha farkas jön, akkor ugye az meg tudja ölni őket. Száraz növény kellene nagyon, áponya bokor, de az nincs. Hú, mennyi vadállat van itt. Azt a betyár. És pont itt van egy táska. A farkas jó lenne, ha megfordulna. Merre mész, farkas? Merre mész? Menj. Ó, és jön a... észrevett. Le kellene rázni. Menj már innen, hagyd már békén. Menj.
Hopp, meg lett a tyúk is. Most közben a farkas is békén hagy minket. Itt szerintem oda akkor vissza is megyek a táskáért. Eltűnt a táska innen. Ó, nem már. Jól van, kussolj. Eltűnt a táska, mire visszamentem. Haj, haj. Na ne keresgessük a jövőt, hanem egyes gomb. Megint nekiálltam keresgetni az egérnek a billentyűjével, vagyis az egérnek a görgőjével. Hát most a tyúkokat elég könnyen meg tudtam fogni, eddig kettőt is, amelyet kergettem. Ugye az a jó, hogyha nekiütközik valaminek, mert akkor gyorsan utol lehet érni. Na, de szerintem ez már nem lesz meg, mert el fog fogyni az energia addigra. Ah, kész. Már nem bírom megfogni. Na, elfejtettem. Megér gombot nyomni. Elszaladt. Hülye tyúk. Elszaladt a hülye tyúk. Hát és tényleg, amilyen jó, elkezdte adogatni a növényeket, most annyira nem is adja. Nem tudom, hogy miért. Ezt a fát kivágom, és akkor meglátom, hogy tudok-e még növényt készíteni. Vagyis kötelet, ahogy akartam mondani. Így, azt mondja, kötél, igen, tudok, jó, és akkor kell még nekünk ilyen lap 1, 2, 3, ez az. Na, 3 lapot tudok is készíteni. Az jó. Ugye ez lesz körbe a terasz rész. Vas. Hát növény az kellene. Növény az kellene, kellene, kellene. Medve. Drága medve anyám. Ott van növény. Ott van növény, ott is van, nagyon jó. Ezen volt bogyó is. Kussolj! Nem maradj. Jövök a növényé, most nem érdekel. Nyusszó-musszó. Jó, hát ez nagyon ott volt. Ez az. Jó, van már 2 nyuszi, meg messze egy tyúk. Igen. 2 nyúl, meg egy tyúk húsunk. Az azért már döfi. Már a vacsora meg lesz. De hát növények kellenének, és nincs növény. Növény kellene, de nincsen. Na, egyet találtam. Ó, és nincs energia. Azt hiszem csokoládén van. Nincs. Jó, oké. De van gyümölcs. Ezt az arcba bezúzzuk. Így. Jó, na gyerünk tovább.
A gyümölcsöt bezúztuk az arcba. Erre még valahol láttam egy növényt. Már csak addigra el nem tűnik. Ott. Ez az, kettő van. Jó. Na, adtam én, hogy itt a völgyben lesz több növény is. Most hirtelen találtam egy pár darabot. Ott is van. Meg. Itt is van. Hát most megint táskák nincsenek. Itt is van valamilyen növény, ez bióüzemanyaghoz. Való. Aha, energia elfogyott. Le is veszem a futást, mert ha menekülni kell farkas vagy medvelől, akkor nem tudok. De most nagyon oda kell figyelnem, hogy nehogy neki szaladjak valaminek, mert akkor reset lesz. És azt meg nagyon nem szeretném. Hogy reset legyen belőle. Na innen gyorsan elfutunk, van már annyi futás energiánk. Ott egy láda, azért el kéne menni. Úgyhogy ne vegyenek észre a vadak. Jó, amarra vannak. Frankó. Na, egy ideje nem is volt már láda. Hát szeg az nem volt benne. Szeg az nem volt benne. De szerintem már kötelet megint fogok tudni készíteni, így van. Csinálok deszkát is, és akkor... Aha, nincs kötél. Jó, oké. Jó, valamelyik növényem volt, bogyó is. Aha, és akkor most megint itt vagyok a kerítésnél. Szuper. Keresztbe futottam a mappot. Szerintem akkor szépen lassan hazafelé is fogok tartani. Akkor még hátha út közben találgatok pár dolgot. Ott vannak növények, csak nem bírok futni, mert nincs energia. Éhes a fickócska. Ez bióüzemanyaghoz. Ez meg egy száraz növényhez. Illetve kötélhez. Száraz növény. Ott egy maci. Ó-ó. Maradj ott, mackó. Barna mackó, ott marad, jó van. A két lábra át, az leskelődik. Leskelődhetsz, nem arra megyek. Hát most bióüzemanyagoshoz növényt sokat találtam. Csak szárazat nem. És jobban pedig most azt kellene. Merre van a haza? Éljen a mama. Arra. Jó, oké. Ott a pötty, ugye, ahogy mondtam, a karika a pöttye benne jelöli a bázist. Húha gyerekek. Ott van farkas, medve, minden. Egy kerülőt kell tenni. De nagyon. Rettentően. Jó. Egy növény van. Még egy növény.
Jó lesz, jó lesz, jó lesz, alakul, alakul. Hát ugye főleg ebben a nagy gazba elég nehéz észrevenni a száraz növényt, mármint az áfonya bokrot. Ott viszont egy láda. Nincs állat? Nincs. Hát akkor simán felszedjük. És ráadásul faláda. Szuper. Na, szeretem, mikor egy terv sikerül. Azt kell, hogy mondjam nektek. Hát próbálom kiszúrni, hogy hol lehetnek növények, de... Nem igazán látok, ott viszont egy táska. És lőszeres. Frankó. Tudok két lőszert is készíteni. Betárazzuk a lőszert. Van három darab, meg készül kettő, akkor az már öt lesz. Na úgy. Jó, 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 jó. Ugye a fát azt próbálom pótolni, nehogy kifogjon. Akkor szerintem hazafelé gyorsan kéne menni, mert most már tényleg megint kezd esteledni. És ugye még gyorsan kívülről fel kellene dobálni az alkatrészeket a házra. A szocpolos vityillóra. Ott meg egy táska. Na, ez az. Szuper. Nyomunk még egy lőszert. Mint hogyha ott is lenne egy táska. Így van. Itt volt a táska. Hoppá. Közben kimentem a nézettel a hatás köréből. Tényleg porolni kéne hazafelé, mert megint rámesteledik. De hát mikor így talál az ember táskákat, meg ezt, azt, amazt, akkor muszáj megállni. Ezért már csak nem szabad itt hagyni. Hát most tényleg nem adja a növényt. Azt kell, hogy mondjam. Adhatná egy kicsit sűrűbben is. Hol van az a köcsök farka? Kettő is, gyerekek! Na, ebből mi lesz? Az, hogy már jön is utána. A vityillónak az ajtaja meg be van csukva. Na most, ha nem bírok bemenni, akkor gáz. Ez az. Farkas az elmenekül. Jó. Hát azért azt a rohadékot csak le. Nem, három lő. Mennyi van? Hét. Akkor megöljük. Be is talált neki. Úgy van. Egy lövéssel eltaláltuk. Megint eltaláltam. Belém maradt. Most már nem fogok szórakozni vele. Most már kinyit fantom. Bandáske, bandáske, bandáske. Hova lettél?
Hova futott ez a nyomorék farkas? Oda, az lenne. Ja nem, ott van. Na, ez a tiede. Nem a disznóláb. No kedli. Hát ki vagy te itten, hogy itten harapdálsz engemet? Ha? Na hús az már lesz dögéve. Jó. Na akkor gyerünk vissza. És akkor azt mondja, hogy 8-as. Így. Is. Így. Ez lesz körbe a terasz rész. Hát lehet, hogy itten kijebb kellene hozni ezt a játékost. Hogy jó legyen. Na majd meglátjuk fentről. Itt is így. Jó. Na és most már tényleg becsukjuk a vityiló ajtaját. Ó. Teszünk a tűzre. És akkor a zsírt azt kisütjük. Ami ronlandóbb. Ah, hoppá, nincs átváltva. Ide. Nem is az. Hanem ez. És teljesen üres. Teljesen üres. Hogy pont jókor jött ez a sok husi. Na, addig amíg sül, addig felkapcsolom a pilácsot. Így. És akkor még egy nyúl húsit ide szépen be tudunk tenni. Azaz. Mennyi? 5 darabot találtam részércet. Hát ez nagyon jó. Ez nagyon jó, srácok. És ez már meg is sült. Így. Volt egy kis vadászat, madarászat. A 4 darab kötél megvan. Kellene még a pólót is megcsinálom a karakterre újra. Nehezen akar megsülni ez a nyuszi. Jó, oké. Okay. Na, még a másik sül. Addig a ládába kipakolom a rejéz ércet, és akkor magunkhoz veszünk bőrt, magunkhoz veszünk tollat. Aha. Jó. Ja, de fölösleges volt kijönnöm belőle, mert ugyanis azt mondja, így. Aha, cipő az meg kellene. Hát van még növény. Így. És akkor a póló az mindjárt kész lesz. Így, kész. Ide. Áttesszük, és akkor már van is pólója úri embernek. A husi az még mindig sül. Találtunk közben egy darab nyílvesszőt. Jó,
shotgun lőszert azt kirakjuk. Kirakjuk a bőrt. És kirakjuk a tollat. Na, oké. Kitesszük a bioüzemanyagot. És ha minden igaz, akkor ebbe is van. Nekünk már 7 darab. Úgy. Ide. Átrakjuk. Ez az. Nagyon jó. Megnézzük. Ebbe van még. Mennyi nála? Már ugye 500-ig ment föl. És ugye most ezt feljebb kell nekünk tornázni. Ugye, hogy legyen ilyenünk. Így. Akkor azt mondja, hogy kell nekünk olyan, hogy mes tartály. Azt már tudunk egyet kraftolni. Mindjárt kész. Hova is rakjam le? Hát szerintem azt meg ide elkezdem, vagy... Ha nem, mert oda még teszek. Akkor szerintem ezt innen a saroktól elkezdem rakni majd. És ugye, amit látjátok, 27 van benne. Ebben hogy áll az üzemanyag? Hát, hogy hozok még bele üzemanyagot. Van bőven, azért lett csinálva az üzemanyag. Így. Jó. Oké. És szóval gyártja felfelé, és akkor utána majd a következő, ugye a mesh faktor átalakító lesz. És akkor utána lesz majd a lézeres kinyerünk, ugye ez, hogy ebben tudjam a rézércet kiolvasztani, meg a többi anyagot, és akkor utána szépen majd az építkezés meg majd folytatódik. Nem tudom, most elsőnek ezt, vagy. De csak a mes kellene, mert ha valamit építeni akarok, akkor ahhoz kell. De 130 lesz, úgyhogy ez most nem lesz meg. Hát, szerintem srácok mára ennyi a live. Én megköszönöm megtisztelő figyelmeteket. Várlak benneteket sok szeretettel a következőre. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel csatornámra, lájkoljátok. Akkor a következőre várlak benneteket sok szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ronon Dex voltam. Hello, sziasztok!